Idén is sokan jöttek el a NAV nyílt napjára. Az egyszerűsített bevallást választók száma évről évre nő. Tavaly például 25%-kal többen vették igénybe ezt a fajta adózást, mint az azt megelőző évben. Most február 12-én délelőtt több mint 100-an érkeztek a nyílt napra, akik többsége most csak leadta bevallását. Néhány esetben viszont volt kérdés is, mely jellemzően a családi kedvezményhez kapcsolódott. A mostani határidő nagyon fontos, és már itt van a nyakunkon. Nagyon fontos ez a határidő, mert jogvesztő határidő. Tavaly például több mint 11 ezeren nyilatkoztak, tehát kérték volna ezt a lehetőséget, de ebből 343 késve érkezett be, tehát ők már elestek ettől a lehetőségtől, és az összes beérkezett nyilatkozatból 800 körül utasítottuk el, mert ők valamilyen oknál fogva nem feleltek meg a törvényi feltételeknek. De 9995 esetben elkészítette az adóhatóság a magánszemély adózók számára a bevallását. Akik jelenleg is ezt a lehetőséget választják, nekik majd április 30-áig fogja kipostázni az adóhatóság az elkészített bevallást, amivel, ha egyetért, nincs is semmi dolga, nem kell visszaküldenie sem. Ha valamilyen eltérést tapasztal, akkor javítja, és akkor május 20-áig kell visszaküldeni, tehát eddig a határidőig, és ennek megfelelően elkészíti az adóhatóság a bevallását. Ha fizetendő adója van az elkészített bevallási ajánlat alapján, akkor ezt május 20-áig kell megfizetnie, ha pedig visszatérítendő adója van, akkor a május 20-ához számítva 30 napon belül fogja visszakapni, illetve ha javította, akkor a beérkezéstől számított 30 napon belül. A központ iroda határozottan megérzi a bevallási határidőket. Hétfőn például 1100 ügyfél jelentkezett náluk, ez több, mint a duplája, mint egy átlagos hétfői nap ügyfélforgalma.